A kormányhivatalok alapvető tevékenysége a területi államigazgatási feladatok megyei szintű ellátása. A Békés megyei kormányhivatal emellett fontosnak tartja azt is, hogy társadalom szervező funkcióval is ellássák saját magukat, és elengedhetetlen, hogy a szervezeti egységek ebben részt tudjanak venni. A társadalom szervező funkció mellett fontos számukra a fiatalok nagymértékű fejlesztése is. Rendkívül fontos számunkra a fiataloknak a testi és mentális egészségének a fejlesztése, az arra való odafigyelés. És ennek keretén belül a népegészségügyi főosztály hirdette meg ezt a vetélkedő sorozatot, amely főként a világnapokhoz, illetve a parlagfűhöz kapcsolódó kérdésekből állt, és illetve ezekre a megválaszolására hívtuk fel a figyelmet. A különböző világnapok az emberek hétköznapi tevékenységéhez kapcsolódnak. Ilyen volt például az esélyegyenlőség világnapja, vagy az autómentes nap is. A kormányhivatal fontosnak tartja, hogy úgy éljük az életünket, hogy ezek a napok fontos részét képezik hétköznapjainknak. A vetélkedő célja az volt, hogy ezeket a világnapokat a fiatalok megismerjék, és a tartalmukra oda tudjanak figyelni. A versenyen a megyéből összesen 19 csapat vett részt. A feladatok néha kicsit nehéznek bizonyultak, de mindegyik csapat sikeresen teljesítette az őszi fordulót. Az első helyezett a Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium lett. Parafűről voltak kérdések, illetve hát ilyen egészségügyi kérdések voltak. Nehezek voltak? Hát... Szóval, voltak nehezebbek, voltak könnyebbek, volt, amire segítségre volt szükség. Mit szóltok ahhoz, hogy első helyezett lettetek? Számítottatok erre? Hát nem, de nagyon örülök neki nyilván. A verseny során a résztvevő diákok a saját kreativitásukat is meg tudták mutatni, hiszen a szabadon választható feladatok között volt vers és eszéírás, valamint egy étrend összeállítása is, szív- és érrendszeri, valamint a cukorbetegségben szenvedők számára. Feladatok nagyon sokrétűek, egyszerű feladatválasztástól kezdnek a személyes kreativitásig mindenféle feladat megtalálható benne, ami azt igényli, hogy akár az írott irodalomban, akár az interneten otthon legyenek, tudjanak keresni, bátran használják a diákok ezeket az eszközöket. A diákok könyvvásárlási utalványt, valamint egy parlagfűmentesítéssel kapcsolatos társasjátékot kaptak. Az őszi vetélkedő sorozatnak még csak most volt az eredmény hirdetése, de a kormányhivatal már a tavaszi fordulót szervezi, melyet a diákok már nagyon várnak.